Sziasztok! Szeretettel üdvözlöm a jelenlevőket és köszöntöm a nézőket, hallgatókat a Facebookon és egyéb helyeken. Egy szégyenletes eseményt szeretnék bejelenteni, ami az országunk házában, a nemzetünk nevében éppen odabenn zajlik. A senki által el nem fogadott képviselőink, tehát kihangsúlyozom még egyszer, képviselőink, akik ki tudja, kit képviselnek, most tesznek esküt arra az alaptörvényre, amit mi soha nem fogadtunk el. És nem csak ezt az alaptörvényt, hanem ennek az elődjét sem. Tehát pillanatnyilag egy illegitim köztársaságnak, egy érvénytelen alaptörvényén alapult, kiírt választás eredményeképpen a hamis, hazug képviselőink egy hamis esküt tesznek, hogy mire, azt nem tudjuk. Egy dolgot tudomásul kell venni, nem mi vagyunk azok, akik megosszák a nemzetet. Ebbe az országba kétfelé lehet osztani minket, nemzetiek vagy nemzetellenesek. Akik most ott ülnek bent és hamis esküt tesznek, azok, én azt mondom rájuk, hogy nemzetellenesek. A Magyarország kormányának, megújult kormányának és hazug országgyűlésének a magyar nemzet fennmaradása érdekében követeljük a nemzeti civilek által. A nemzeti civilek által megírt 8 pontnak a betartását, ezt be is fogjuk adni az új köztársasági elnöknek majd hivatalosan. Én most ezt föl szeretném nektek olvasni, ezeket a követeléseket, amiket ott a bent ülőknek kellene végrehajtani, de nem fogják megtenni. Az első és legfontosabb, a magyar történeti alkotmány jogfolytonosságát helyreállító nemzetgyűlés összehívását. Ezt követeljük.